estét kívánunk. 6 óra van, tea is van, 6 órai tea is van, 6 órai tea stílusosan. Itt ülök Nagy Zsófia Nórával, művészettörténész üzletvezető, a Bodó Galéria és Aukciós Ház háziasszonya. Úgyhogy mindjárt bele is vágunk itt a beszélgetésbe. Már elkezdtük, bevallom, a kulisszák mögött, úgyhogy most szimplán folytatjuk. Körülöttünk rengeteg gyönyörű kép. Sok témával készültünk, ugye, Zsófi? Úgyhogy szerintem kezdjük el, akkor talán azzal, hogy hol ülünk, jó? Egy pár szót a Bodó Galériáról, és erre szerintem a vége fele vissza fogunk térni, amikor a tervek szerint majd mesélünk egy kicsit arról, hogy most a jelenlegi helyzetre hogyan reagáltok, milyen újításokkal, ötletekkel jöttök elő, jó? De most akkor csak pár szóval, hogy hol vagyunk. A Bodó Galéria és Aukciós Ház 2018 márciusa óta működik, de nem vagyunk ismeretlenek itt a Falk-Miksa utcában, mert előtte Magyar-Francia Galéria néven volt egy majdnem 18 évig működő kis galéria, ahol én is elkezdtem a pályafutásomat, és ott elsősorban 19. századi festményekkel foglalkoztunk, tehát nagyjából azzal, ami most körülöttünk látható, de a mostani repertoár, az anyag már sokkal szélesebb, terjedelmű. Aha, tehát így a költözéssel a spektrum is szélesebbé vált? És nem csak maguk a korszakok, tehát most már 20. századi modern magyar festészettel, kortárs festészettel is foglalkozunk, hanem a szolgáltatások is, tehát ott egy ilyen általános műkereskedelmi értékesítést hajtottunk végre. Kis galériaként volt egy megszokott vevőkör, aki járt hozzánk, és hát itt viszont aukciós ház lettünk, és árveréseket is tartunk, illetve olyan nagyszabású kiállításokat, amiket most már ez a 350 négyzetméter megenged magának. Aha, azért ez egy nagy lépés. Igen. De valójában földrajzilag egy pár házzal jöttetek csak odébb, tehát a Falk-Miksa utcában vagyunk, ugyanúgy. Így van. Gyakorlatilag pár száz méterre vagyunk az eredeti helytől, vagy a kiindulási ponttól, és ez nagyon jól jött nekünk, mert könnyű volt megtalálni minket a későbbiekben is, tehát az a vevőkör, aki már megszokta a mi kínálatunkat, a minőséget, azokat a 19. századi kvalitásos, nagyon szép állapotban lévő képeket, amiket most körülöttünk is látnak a nézők, azt rögtön tudták kötni, sokan mondták nekünk, hogy a nagy üvegportálokon benézve rögtön tudták, hogy ez melyik galéria. Hogy ez az. Jött ide át, igen. Aha. Tehát volt persze olyan is, aki a Bodó névről ismert fel, ugye Bodó János a tulajdonos, és én őt mindig bíztattam arra, hogy nevezzük el az ő nevéről a galériát, mert itt mindenki a saját nevét adja szinte a galériához, és hogy így lehet a legjobban kötni egy arcot egy galériához. Nekem nagyon érdekes volt, amikor korábban beszélgettünk, hogy kitaláljuk, hogy ma mi legyen a téma, és akkor egy kicsit belementünk abba, hogy vannak azért neked kedvenc témáid, úgy tűnik eléggé, amikor felcsillan a szemed, és akkor nagyon, nagyon lelkesen kezdesz el mesélni egy-egy korszakról, illetve hogy gyűjtötök is képet, hogy ez hogy működik, hogy van olyan ambíciója, lehet olyan ambíciója egy galériának, hogy gyűjteményt hozzon létre? Nehéz ezt összeegyeztetni, mert a célunk persze egy nagyon szép minőségi gyűjtemény létrehozása, az, hogy esetleg majd a téma is, amiről szó lesz, az egy mondjuk nagyszabású kiállításon tudjon itt megjelenni nálunk, viszont azért mindig van az a dilemma, hogyha jön esetleg egy kedves vevő, vagy egy külföldi érdeklődés, vagy éppen az aktuális képeknek most nagyon jó az árfekvése, érdemes aukcióra tenni, akkor mindig el kell gondolkozni, hogy oké, kiesik a gyűjteményből, de jól megy az üzlet, vagy megtartjuk a későbbiekre. Aha, tehát ez mindig egy döntés. Igen, az a szerencse, hogy ha esetleg belföldön maradnak a művek, akkor mi tudjuk a kontaktot tartani a vevőkkel, akik megvásároltak tőlünk, és visszakérjük kiállításra. Ez például most a közelmúltban volt a Fenyő György életművét feldolgozó nagyszabású kiállításunk, és ott is így volt, hogy árverésen elkelt a Világos Kékház Szürkületben című képe.
egy otthonba került, és akkor őket föl tudtuk keresni, és visszakértük a kiállításra. A kiállításra. Erről láttam, gyönyörű kiadványotok is van. Igen, igen, ez az első, amihez igazi, hát nem is katalógus, hanem tényleg egy életmű kiadvány, vagy könyv készült, és nagyon sok munka volt benne, igen. Igen, ez látszik rajta. Jó, akkor térjünk rá arra, hogy ne rébuszokban beszéljünk, hanem akkor beszéljünk arról, hogy milyen korszakról képzeled, vagy gondolod, hogy érdemes akár gyűjteményben is gondolkodni, illetve mi az, amit te nagyon szeretsz? Ez érdekes dolog, hogy miben érdemes most gondolkodni, mert azért azt kell, hogy mondjam, hogy a kortárs piac felé megy, nagyjából a műkereskedelem, egyre inkább a kortárs, ami felértékelődik, és azt mondom, hogy befektetési szempontból a legjobb most egy kortárs gyűjtemény létrehozása egy galériának. Ez is egy tervünk. Viszont a galéria hagyományait azt szeretjük megtartani, és mivel nagyon egyediek vagyunk ebben a témában, ezért a Müncheni Akadémián tanult magyar képzőművészek elsősorban az 1880-as, 90-es években készült alkotások, amik hát inkább a realizmushoz köthetőek, de elsősorban kicsit ilyen műkereskedelmi céllal létrehozott zsánerképek, ami nekünk egy szinte profilunk, és amivel én is évekkel ezelőtt elkezdtem foglalkozni, amiből aztán egy ilyen nagy rajongás lett, mert rájöttem, hogy ezzel nagyon kevesen foglalkoznak, és a művek keresésével, gyűjtögetésével egy ilyen igazi kincseket találtam a gyűjteményekben, és aztán, hogy ez fizikailag sikerült jó néhányat ezek közül megszerezni, és most itt is van a galériában, ez egy nagyon nagy siker. Nem sok művészettörténész hallgató foghatja kézbe a műveket, amikor mondjuk arról szakdolgozatot ír. Akkor kézbe fogunk valamit? Kézbe is foghatunk, igen, igen, itt van nálunk például az egyik. Nyugodtan! Az egyik ilyen kis De odaadom neked, hogy meg tudjuk mutatni mindenkinek. Igen, ez például egy nagyon kis érdekes úgynevezett miniatúra festmény. Kéméndi Jenő, aki szintén egy müncheni akadémista magyar festőművész, ő készítette egy picike fatáblára. Esetleg meg is fordítom, mert ezt ritkán szokták megnézni a nézők vagy az érdeklődők. Nagyon ritka és különleges minőséget tükröz, hogyha fatáblára van festve egy műalkotás, általában inkább vásznat szoktak használni, de ugye ilyen kis méretben sokkal egyszerűbb volt a fatáblát alkalmazni a művésznek. Kisméretű festménynél akkor gyakoribb? Gyakoribb, igen, igen. Hát könnyebb hozzájutni, mint egy hatalmas. Egyébként ez pont rácáfol itt mögöttünk, ez a Jóslás című mű, mert ez egy nagyméretű fatábla. Zsófi, szerintem meg is tudjuk mutatni a nézőknek, hogyha Gabi, akit rögtön be is mutatnék, Király Gabriella, a mi moderátorunk, hogy senki nem maradjon ki a sorból, ő az, aki a számítógépnél ül, és segít nekünk képeket mutogatni, illetve ő az, aki mindenkit beengedett ebbe az adásba, és Bogdán Szandra, ő pedig az az ifjú hölgy, aki ugyan nem látszik most, de folyamatosan jelen van, és ő veszi föl, ő az operatőr ezt a beszélgetést. Jó, úgyhogy szerintem akkor, amit eddig mutattunk, a kisméretű képünket, illetve a jóslása a falon, Gabi, megtennéd, hogy megmutatod a reprodukciót, de szerintem közben mi beszéljünk tovább, abszolút. Úgyhogy ha gondolod, hogy a jóslásról is mondanál pár szót, akkor talán folytassuk. Igazából ezt a kettőt összekötném egymással, hogyha lehet. Tehát a miniatúráról még csak annyit, hogy egy-egy festőművész ebben a korszakban egy-egy témára, vagy akár például méretre specializálódott. Ez azért volt fontos, mert a helyi műcsarnokban, ott Münchenben, a Kunstverein és a Glasspalast épületein belül minden évben legalább 3 vagy 4 időszaki kiállítást tartottak, ami vásárral volt egybekötve. És ezek a művészek, majd ugye később az állatfestők, akikről szó lesz, mind egy bizonyos témára szakosodtak, és ez azért volt nekik fontos, mert így voltak felismerhetőek egy-egy ilyen vásáron. És aki tudta, hogy például
találkozott már Kim Indiánő miniatúrájával. Uh-huh. Tudta, hogy ő egy 19. századi, egy ilyen inkább szalonzsáner képet nagyon aprólékosan, nagyon pici méretben, magas minőségben készít, uh-huh. akkor rögtön ki tudta szúrni a sorok között, hogy hol uh-huh. van az ő műve. Uh-huh. Szóval ez egy megélhetési festészet, akkor lehet mondani? Lehet mondani, igen, viszont azért készültek nagyon kiemelkedő uh-huh. munkák is, amik például korabeli reprodukciókon megjelentek, folyóiratokban, például a Vasárnapi uh-huh. újság nagyon sok ilyet közölt, uh-huh. illetve díjakat nyertek vele a művészeink, tehát például majd Vastag Géza, akiről szó lesz, az állatfestőnk, ő rengeteg díjat, Rágy György díjat kapott a műveiért, uh-huh. illetve volt, amit maga a király vásárolt meg akkoriban. Tehát, uh-huh. tehát azért sikereket tudtak velük uh-huh. elérni, és ma is egyébként a Nemzeti Galériának van egy festészeti osztálya, ami kifejezetten ezekkel a művekkel foglalkozik. Ha valaki ellátogat, akkor most egy felújított állandó gyűjteményt láthat, ahol van egy szalon fal, ahol padlótól plafonig festmények vannak, uh-huh. mint egy mondjuk párizsi szalonban, és ott kifejezetten ezek a művészek. A Nemzeti Galériában. Így van, művészek uh-huh. szerepelnek. Uh-huh. Tehát az, ami szerintem a legjobb minőségűek ezek uh-huh. közül. És akkor ugyanerre a témára reflektálva Böhm Pál, aki szintén egy Münchenben képzett festőművészünk, de neki a különlegessége, hogy ő ott is telepedett le, és aztán szinte az egész életét ott töltötte, uh-huh. nyaranta viszont hazajött Magyarországra, és az Alföld tájain vázlatokat készített. Uh-huh. És rengeteg olyan eszközt vitt haza a müncheni műtermébe, mint például, amit ezen a festményen tárgyakat. Is láthatunk. Tárgyakat. Uh-huh. Használati korsót, tárgyakat. Így van. Uh-huh. Amit ugye itt be tudott mutatni az alakok mellett, azt a zsáner hangulatot fokozván. És sokan említették különböző interjú, vagy hát nem interjú, hanem folyóiratokban, egy-egy elbeszélésben, ami róla szólt, hogy minthogyha egy teljesen másik világba érkeztek volna, amikor a műtermébe látogattak, uh-huh. és ezt a vándor élet eszközeit, tárgyait mind kézbe tudták fogni, amiket most a festményén uh-huh. látunk. Vissza is rakjuk, igen, akkor visszarakjuk ide a sétáló szerelmes pár ide leül. Így van. Igen. Így. És talán mutassunk még egy képet a müncheni akadémiáról, igen, mert készültünk még egyel, ugye? Hogy igen, meg Bihari Sándor Nagy reményűek aha. című művével készültünk, amit pedig azért Gabi megteszed, hogy mutatod? Bemutatni. Ez egy nagyon nagy méretű műalkotás, és cigány muzsikus gyermekeket uh-huh. ábrázol. Ennek a különlegessége, hogy ha már a Nemzeti Galériáról volt szó, ennek a párja a Nemzeti Galéria állandó gyűjteményében van, az uh-huh. a címe, hogy az ő nótája, uh-huh. és gyakorlatilag ugyanezt a jelenetet mutatja be, ahogy néhány cigány muzsikus fiú egy szűrben bemutatja a tudományát. Viszont amikor mi ezt megtaláltuk reprodukcióban, Vasárnapi újságban, illetve a műcsarnoki kiállítási katalógusban, uh-huh. egész nagy fotón, akkor olvastuk ki, hogy az eredeti címe a Nagy reményűek. És ugye ez nálunk nagyon fontos, hogyha alá tudunk támasztani egy műalkotást egy korabeli reprodukcióval, uh-huh. és mindemellett pedig a beszédes címeket is nagyon jól mutatja ez a kép, hogy a Müncheni Akadémián az is fontos volt, hogy olyan címeket adjanak a műalkotásoknak, amik nem egészen egyszerűen csak, nem tudom, muzsikusok, uh-huh. vagy valami vásározók, vagy egy ilyen általános cím, hanem egy sokkal magasztosabb tartalmú. Egy történetet végül is elmond igen. a címmel együtt a kép. Így van. Uh-huh. Tehát ez akár uh-huh. lehet egy szólásmondás, egy közmondás, uh-huh. és ezekre is vannak példák a korszakban. De például a Nagy reményűek az egy ilyen sokat mondó uh-huh. cím.
Szóval most a Müncheni Akadémia magyar festőiről beszélünk, és tényleg nagyon röviden térjünk már ki arra, hogy miért mentek a magyarok Münchenbe a 19. század végén. László Fülöp is, ha jól tudom, ott tanult, de ő igen, aztán kilép ebből a körből. Vagy... Igen, mert ő aztán Londonba telepedett le, és a britek egyik közkedvelt portréfestője lett. Igazából München az azért volt kulcsfontosságú, mert bár 1871-től működött a mintarajztanoda már Magyarországon, mint festő-oktató intézmény, de ők inkább a rajztanárképzéssel foglalkoztak, inkább a rajztechnikával. Efelett pedig lett egy mesteriskola a későbbi években, ami pedig már a főiskolán végzett művészeket oktatta. És a kettő között nem nagyon tudtak eligazodni a festők itthon. Ráadásul viszonylag könnyű volt a bejutás, és az ösztöndíjra sem feltétlenül volt mindig szükség, mert nem voltak olyan magasak a tandíjak. Tehát majdnem minden magyar festőművész, akiben ambíciók voltak, el tudott jutni Münchenbe. Ugye az első állomás, a legközelebbi, ez Bécs volna, viszont a 48-as forradalom után kevesebben vágytak Bécsbe, és akkor inkább München felé vették az irányt, ezért... Ha jól emlékszem, talán azt is feljegyeztem akkoriban, hogy majdnem 600 magyar festőművész tanult Münchenben ebben az időben. Tehát néhány évtized leforgása alatt? Így van. És, de lengyelek, szlovákok, tehát rengeteg környező országból érkező művész is volt, aki ott tanult, de a magyarok száma az kiemelkedően magas volt akkoriban. És aztán ugye beszélgettünk múltkor erről, hogy több generáció vonult és járt Münchenbe. Az idősebb generáció, mint például Bencz Úr Gyula vagy Lichtenmeier Sándor, ők aztán oktatók is lettek. És akik hozzákerültek, főleg ezek a festőművészek, akikről mi beszélgetünk, ők ugye már magyar, kiemelkedő mesterektől tanulhattak, tehát ettől még otthonosabb lett a légkör. Szóval történelmi festők lehet mondani az első generáció, és utána a zsáner képek alkotói a lehet második, ezt mondani, nagyon általánosítani szeretnénk, de túlzás. Ugye inkább az, hogy a korszakban változott az érdeklődés, ereinte csak az számított igazi festőnek, ugye különösen akár a 18. században még, vagy akár de Lacroix-ék idejében, hogy a legfontosabb a történelmi festészet, illetve a bibliai és mitológiai témák voltak. És aztán szépen lassan a 19. század elejétől kezdve ez kezdett feloldódni, és ennek az egyik legnagyobb úttörője volt például Gustave Courbet, aki a franciák egyik legnagyobb realista festője, és ő ugye a párizsi szalonokkal került komolyabb vitába, ugyanis mindig olyan polgárpukkasztó műveket akart kiállítani, amit a szalon nem engedett meg magának, mert ők történelmi képet szerettek volna, magasztos, ilyen színházi, szinte doboztérben ábrázolt alakokat, és Courbet pedig egy-egy ilyen képet készítve átverte őket, és több évre bejutást kezdeményezett magának a szalomba, ahol aztán egyre polgárpukkasztó képeket állított ki, és nagyon realistákat, tehát hétköznapi embereket ábrázolva, mint például a Kőtörők című képe, vagy rengeteg olyan teljesen átlagos figurát, akin a fizikai munka is látszódik, és nem csak egy mondjuk nemes kisasszony portréje. Tehát ez akkoriban egy nagyon nagy váltás volt. Szóval ez Courbet. Igen, igen. De akkor most kanyarodjunk vissza a magyarokhoz és az állatokhoz, mert szerintem állatot még nem is mutattuk. Viszont ha már Courbet, akkor onnan nagyon könnyen vissza tudunk kanyarodni. Akkor kanyarodjunk, mert ő egyébként a vadász festményeiről is elhíresült, és őt általában az állatfestészet esetében, például egy ilyen kulcsfigurának tartanak számon, nagyon sok képet készített elejtett vadakról. És ugye valahogy az állatfestészet az köthető a vadászat szeretetéhez is, különösen majd a nagymacskák portréját tekintve, amiket itt bemutatunk.
mert szinte ez a tevékenység, maga a trófea megszerzése, ugye amellett, hogy egy-egy vadász kiállítja otthon a lelőtt vadat, kitömött állapotban, ugyanúgy például egy-egy nagy vadnak a portréját is előszeretettel vásárolták akkoriban. Tehát ez a népszerűségnek az egyik oka lehetett így van. Akkor. Igen. Mutassunk jó. Képet is, jó? Akkor legkézenfekvőbb a pont mögötted lévő Vén cimborák című, szintén ilyen beszédes címet kapott Vastag Géza festmény. Tehát Vastag Géza, ő egy festő családnak volt az egyik legfiatalabb tagja. Édesapja idősebb Vastag György, aki szintén festőművész. Elsősorban ő női portrékat, illetve szintén történelmi témájú képeket készített, de ő is próbálkozott egy-egy állatalak megörökítésével, de a gyermekei voltak azok, akik ezt leginkább továbbvitték. A testvérei fiabb Vastag György, aki szobrászművész volt, és itt mögöttem van is egy kisméretű oroszlán bronzszobra. Tehát az egyik fivér az egyik festette a nagymacskákat, van, a másik fivér pedig szobrot készített róluk. Igen, megalkotta őket szoborformájában. Tehát Vastag Géza a festő, és ő is a Müncheni Akadémiára járt, és ott képezte magát. Majd és pedig... akkor itt, bocsánat, itt válik érthetővé, hogy miért beszéltünk a Müncheni Akadémiáról, mert szép lassan, távolról közelítve, óvatosan közelítettünk a nagymacskákhoz. Én ebben mindig bele tudok lendülni ebbe a témába. Igen, én bátorítottalak abszolút, hogy együtt vagyunk ebben benne, de most már eljutottunk, igen, így Vastag van. Géza munkásságához. Igen, tehát ő is a Müncheni Akadémiára járt, és ahogy említettem, ez a felismerhetőség ugye az oroszlán és tigris képeit tekintve talán a legfelismerhetőbb témát választotta mondjuk egy-egy ilyen kiállításon vagy vásáron. Egyébként kezdetben ő is készített zsáner képeket, portrékat, majd egyre több olyan műve készült, amin egy-egy emberi alakot egy állatalakkal együtt ábrázolt, tehát akkor már kísérletezett, például van egy agóra macskákkal játszó hölgy című képe, ami ebbe a témába tartozik. Aztán viszont teljesen letette a voksát az állat ábrázolások mellett, és a helyi állatkertekbe, tehát Berlinbe, Stellingenbe járt, és ott készített vázlatokat. Igen, erre gondoltam, hogy vajon honnan szedte a modelleket, de akkor megválaszoltad ezt a kérdést. Nem volt olyan könnyű dolga, mert azért kevés olyan európai állatkert volt akkoriban, ahol nagy számban mondjuk oroszlánokat vagy tigriseket tudott megfesteni, de a budapesti állatkertben is készültek egyébként munkái, illetve itt Németországban, ahol ugye tevékenykedett. Majd pedig a testvérével, ifjabb Vastag Györgyel egy nagy tanulmányútra indult, Algéria és az Atlasz-hegység környékén, és ott például szintén a gyűjteményünkben van, és talán azt is meg tudjuk mutatni. Mutassuk meg azt is. A nézőknek a Tél az Atlasz-hegységben című festményét, ami egy monumentális alkotás, egy viszonylag kisméretű oroszlánnal, viszont hogyha ezt közelről megnézzük, akkor nagyon-nagyon aprólékos és kidolgozott minden részlete, akár a táji háttér, akár maga. Tehát ez Észak-Afrika, Algériába tették ezt a tanulmányutat, és azért, ha az ember megnézi a képet, akkor ez szintén elmesél egy történetet, nem? Az a kiéhezett állat, aki télen nyilván zsákmány után jár. Igen. Mint hogyha ezeknek az állatoknak is a személyisége megjelenne, nem? Vagy valahogy a szihéje, mondtad nekem a múltkor, és ezt nagyon erősen érzem. Igen, ők nagyon-nagyon magas színvonalon tudta művelni azt, hogy az állatok tulajdonságait, akár mint ahogy egy portrénál, egy emberi portrénál az arc kifejezéseket vászonra tudja vinni, akár például ezen a Vén cimborák című képén is nagyon jól látható. Ez a mű is többször ki volt állítva, és ugye itt két hím oroszlánt ábrázol, gyakorlatilag vadra várva, és nagyon jól látható, hogy melyik ők a nyugodtabb, melyik a kicsit heroikusabb oroszlán, és minden mellett még szerintem beválasztottunk egy másik szintén oroszlán fejet,
aminél meg tudjuk mutatni, ez is itt van mellettünk, hogy gyakorlatilag ugyanazt az oroszlánt festette meg, mm-hmm. mint a vén cimboráknál, csak egyedül. Tehát nyilván olyan sok lehetősége nem volt modellek között válogatni, mm-hmm. hogy éppen kit szeretne megalkotni, ezért különböző nézőpontokba és különböző portrétípusokba készítette el mm-hmm. ezeket az oroszlán portrékat. Beszéljünk még arról, hogy most nagymacskákból láttunk egy párat. Az állatfestészet azért a 19. század végén is különböző irányokat képviselt. Igen. Amennyire én értem, a haszonállat, házi állat volt az egyik irány, és a vadon élő állat a másik. Így van. Úgyhogy akkor esetleg mutatunk a házi állatra is példát? Igen, vagy... igen, rögtön át tudunk térni egy mm-hmm. másik festőművészre, aki szintén müncheni akadémista, viszont átvezetésként mondanám, hogy mm-hmm. azért Vastag Géza, akinek a képtárgya leginkább az oroszlán volt, és a tigrisek, viszont ő is készített házi állatot uh-huh. ábrázoló zsáner képet, például szürke marhát előszeretettel festette meg, és több díjat is nyert egy-egy ilyen képével, van is a Nemzeti Galéria gyűjteményében uh-huh. szürke marha zsáner képe, tehát azért nem határolták ők annyira be magukat egy-egy állat felé, viszont egyértelműsítették, hogy melyik az, ami iránt inkább elköteleződnek. És a másik művész, akit ilyenkor emlegetni szoktunk, aki pontosan ezt a másik vonalat képviseli, de ugyanolyan magas színvonalon, ő Pállik Béla, és nemrégiben a gyűjteményünkbe került egy Nyáj című, szintén uh-huh. fatáblára festett olajképe, amit... Ezt is meg tudjuk mutatni, igen. Mutatni. Igen. Pállik Béla pedig szintén Münchenben képezte magát ugyanebben az időszakban, viszont ő, aki csak ugyan néhány lovas férfi portréval kezdte a pályafutását, aztán teljesen elköteleződött a juhok, birkák, tehenek irányába, uh-huh. és róla szólt az a történet, hogy berendezett egy műtermet Münchenben, ahol egy szó szerint birka akol mellett lakott, tehát mint ahogyan elképzeljük a két hálószobát, az egyikben uh-huh. ő aludt, a másikban meg a juhok. Egy városi környezetben? Egy városi környezetben, így van. Uh-huh. És ő egész nap uh-huh. tudott ott alkotni, és csak át kellett menni a másik uh-huh. szobába. És nagyon közelről szintén akár portrészerűen készített egy-egy festményt, mondjuk egy különlegesebb juhfajtára, például merino juh uh-huh. volt az egyik ilyen kedvelt állatfajtája, amit megörökített, de akár így csoportosan is, ahogy ezen a Nyáj című festményen látjuk, és minden egyes részletét, tehát a gyapjú puhaságát is érzékelni tudjuk egy-egy ilyen zsáner festményen. Uh-huh. Tehát ő is egy nagyon aprólékos és gondos művész volt. Uh-huh. Mondjuk Pálik Béla a képeit annak idején kivásárolta, kirakta fel a falra? Igen, ez egy nehéz kérdés. Egyébként jelen pillanatban is sok érdeklődő van, hogyha nálunk uh-huh. egy-egy ilyen ritkaság érkezik, főleg azért, mert ritkaságnak számít. Tehát nem tudom azt mondani, hogy ugye vadászok vásárolták, mint például a Vastag Géza esetében, uh-huh. ahol talán egy ilyen az oroszlán, mint szimbólum is uh-huh. például előszeretettel kitették egy iroda falára, vagy az otthonukba. Itt inkább a minőség az, ami mérvadó. Tehát talán a képtárgy nem is annyira fontos. Uh-huh. Bár mondjuk én, amikor ezután többet olvastam, azért az egy megnyugtató téma. Tehát, a házi állat. A házi uh-huh. állat, így van, tehát akinek mondjuk egy birtoka van, uh-huh. esetleg mezőgazdasággal foglalkozik, ez a téma eléggé kézenfekvő tud lenni. Most nem tudom megmondani, hogy a mi ügyfeleink között mezőgazdasággal foglalkozó van-e, aki ezt vásárolja, de eddig majdnem mindegyik esetében nagyon sikeres eladás volt. Pontosan a minősége miatt. A művészi kvalitás. Így van. Az a mérvadó. Meg a ritkaság miatt, uh-huh. hogy azért ezekből a
birkás zsánerképekből elég keveset ismerünk, uh-huh. és kevés is van a piacon. És manapság, akár visszatérhetünk a nagymacskákra uh-huh. is, vagy ami szerinted jobban adja magát, van ennek keletje? Esetleg így az utóbbi évtizedekben volt-e valami fellendülés, vagy akár az utóbbi években van valamilyen tapasztalat? Azt tudjuk mondani, hogy a 2000-es években volt ennek egy ilyen nagyon felívelő uh-huh. korszaka, amikor például ezeket a tigriseket, oroszlánokat ábrázoló állatportrék vagy zsánerképek egy-egy úgynevezett orientalista árverésen szinte csúcs darabként. Érdekes, hogy az orientalista témához kapcsolják? Igen, ugye az orientalizmus az a valamilyen keleti eredetű uh-huh. művészeti irányzatot jelent. Ugye rengeteg ilyen keleti épületet ábrázoló képet szoktak orientalistának nevezni, vagy például mondjuk tevéket, vagy egyiptomi jelenetet, tehát hogy ezek mind ebbe tartoznak. Viszont az oroszlán talán a kuriózum meg az exotikum miatt köthető ebbe a körbe uh-huh. inkább, mint mondjuk az átlag 19. századi műalkotások közé. Uh-huh. Valószínűleg ezért választják inkább így ketté, például, hogyha mondjuk egy nagy árverezőház departmentjeit vesszük, tehát ugye osztályait, akik uh-huh. foglalkoznak egy-egy stílus irányzattal, ott az orientalista osztály is külön működik uh-huh. például. Jól tudom, hogy Vastag Gézának művei a tengeren túlon is vannak, tehát őt nem csak Európában ismerik. Igen, ez így van. Ugye ez köszönhető annak is például, hogy ő 1915-ben szerepelt a San Francisco-i Panama Pacific kiállításon, uh-huh. pont Attél az Atlasz-hegységben című művével, uh-huh. ami most nálunk látható, de egyébként is több műalkotása került a tengeren túlra, főleg azért, mert ez a téma nagyon népszerű volt világszerte, és nagyon egyedi volt, kevés művész volt, aki ebben helyezkedett el, és egy-egy ilyen nagy vásáron, ugye a könnyen felismerhető, nagy minőségű alkotásokra megakadt talán a tengeren túli vevőknek is a szeme. Uh-huh. És a korszakban is több ilyen tanulmány született, illetve elbeszélés, hogy már ott a vásáron került esetleg akár Angliába is, és Amerikába is műalkotása Vastag Gézának, és a mai napig előkerülnek onnan. Uh-huh. Tehát mi is így szoktuk vadászni. Lehet olyat mondani, most ugye egy egész művész családról beszéltünk, igen. idősebb és ifjabb Vastag György és Vastag Géza, igen. Hogy valaki kiemelkedően sikeres volt közülük, vagy lehetett ilyen, nem tudom, én inkább azt gondolnám, hogy a Vastag Géza volt a legsikeresebb. Uh-huh, uh-huh. Ugye az édesapja egy klasszikusabb zsánerfestő uh-huh, volt. Uh-huh. Ma meg mondjuk, ha árakat nézek, akkor úgy tudom ezt osztályozni, hogy mondjuk egy Vastag György szobor, az néhány százezer forint. Például, amit mutattunk. Igen, igen. Uh-huh, az uh-huh, is aukciónkra uh-huh. fog majd kerülni, azt hiszem egy 3-400 ezer forintos indulási árral, uh-huh. míg például egy Vastag Géza festmény, ami most itt mellettünk is van. Meg tudjuk azt is mutatni, Gabi, ha segítesz nekünk. A második oroszlán portré. Az kerül most aukcióra, nem sokára? Így van, ez a decemberi aha. aukciónkon fog szerepelni, és azért ennek a kikiáltási ára mondjuk a szoborhoz képest magasabb. Milyen kikiáltási ára lesz? Ha jól emlékszem, ilyen 6-700 ezer forintról uh-huh. indul majd, uh-huh. és azért ennek a becsült értéke az millió fölött van. Uh-huh. Nagy Zsófia Nóra, őt hallgattuk most az elmúlt, hát nem is tudom, egy fél órában. Nézzük, hogy van-e bármilyen kérdés, mielőtt elbúcsúzunk. Addig mi teázunk egy kicsit, amíg Gabi válaszára várunk. Az egyik, az oroszlánok képei megvehetők a Budó Galériában, ebben ugye részben választ már kaptunk, de hogy esetleg aukción kívül is van erre lehetőség. Aukción kívül igen, igen, az oroszlános hallom. Képeket igen, hogyan lehet? Igen, természetesen megvásárolhatóak ezek a uh-huh. művek jelen pillanatban is. Amit itt külön mutattunk, oroszlán fej, ami itt rögtön mellettünk van, az árverésre fog kerülni, de a többi az műkereskedelmi kereteken belül megvásárolható. Anélkül, hogy nagyon belemennénk a részletekbe, engem érdekelne, hogy hogyan döntitek el, hogy mondjuk itt vannak a különböző Vastag Géza képek, melyik menjen árverésre?
Egy kicsit attól is függ, hogy melyik nőt leginkább a szívünkhöz, uh-huh. illetve hogy pont ez a kiállítási rész, tehát hogy természetesen nem mindegyik saját tulajdonban van, hanem van, ami bizományban van itt nálunk, viszont jó kapcsolatot ápolunk a tulajdonosával, és bízunk benne, hogyha valahol elkerül, megvásárlásra kerül, akkor is mondjuk egy kiállítás uh-huh. esetén vissza tud kerülni. Most egyelőre egy legfrissebben érkezett alkotás, ami talán még annyira nem nőtt közel a szívünkhez, azt választottuk az elverésre, uh-huh. igen. De ez nagyon változó, hogy ilyenkor ugye fellendül a beadás is, tehát sokkal uh-huh. többen jönnek, hoznak, uh-huh. különösen a leadás idején, ezt valamilyen nagyon szeretik a beadók, hogy az utolsó héten hozzák uh-huh. a legtöbb művet, amikor már nagyon-nagyon sok van a kollekcióban, és szortírozni kell. Uh-huh. Illetve olyan is előfordul, hogy az utolsó pillanatban valami kikerül, mert most az oda nem fért be, vagy úgy látszik, hogy van egy komoly érdeklődőre, aki inkább elviszi uh-huh. most. És akkor mégsem megy aukcióra. És akkor mégsem megy uh-huh. aukcióra, de uh-huh. ugye ezt a katalógus grafikai leadásaig el kell döntenünk, mert igen. utána már nincsen olyan, uh-huh. hogy kihúzzuk belőle. Csak nagyon-nagyon végső esetekben, uh-huh. de erre nem nagyon van példa. Uh-huh. Nézzük, van-e még kérdés? A másik kérdés pedig, hogy melyik a kedvenc állatos képe Zsófiának? Zsófi kedvenc képe, na nézzük. Hú, nagyon jó kérdés, hogy melyik a kedvenc őszinte állatos képen. A Tél az Atlasz hegységben mondanám az itteniek közül. Igen, miért? Egyrészt azért, mert ennek van talán legnagyobb múltja, ugye, ahogy említettem, hogy az amerikai San Francisco-i kiállításon is szerepelt. Másrészt ez egy köthető egy konkrét helyszínhez, uh-huh. tehát olyan nagyon szépen körbe van járva ez a téma, úgyhogy nekem az az egyik kedvencem. A művészettörténész szívét megdobbantja az ilyesmi. Így van, igen. Tehát mindig jó, ha vannak ilyen uh-huh. információk, de egyébként nagyon sok hőnszeretett juh képünk volt már, ami sajnos vagy szerencsére eladásra uh-huh. került, volt egy, amit nagyon-nagyon szerettünk, egy ilyen csavart szarvú merinójú, uh-huh. hát ezt imádtuk, olyan gyönyörű volt. Azt láthattam. Igen, nem? Láthattad, igen. Itt volt egy igen, évvel ezelőtt, igen. de az külföldre került, és egy elképesztően gyönyörű francia kerete volt, uh-huh. és olyan aprólékos és olyan fantasztikus uh-huh. kép volt, azt is nagyon szerettem. Nagyjából mindegyiket uh-huh. szeretem, ami nagy nehezen érkezik egy ilyen tárgy újra, az engem mindig boldoggá tesz. Kicsit még barátkozom a kortárssal azért. Uh-huh. Afelé még kevésbé érzek ilyen nagy szeretetet, de fogok. Igen? Eldöntötted? Hát muszáj. Tehát, hogyha e felé megy az érdeklődés, akkor meg kell vele barátkozni. De én nagyon örülök annak, hogy mondjuk a Müncheni Akadémia iránt is érdeklődik fiatal művészettörténet. Igen, tehát ezt mindig mondják, hogy ez nagyon szokatlan. Igen, igen. Hogy... és szerintem örömteli. Igen, kicsit furcsa, de én valahogy nagyon megszerettem ezt, főleg ezek a beszédes címek, kis szórakoztató témák, amikor egy képnek egy teljes története van, szinte, hogy ki van a háttérben, akkor akár egy ilyen reprodukció, tehát ezek nagyon sokat adnak hozzá, hogy így szerethetők legyenek. Mm. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. Akkor te állsz itt még. Jó.